Költségmegosztó a radiátoron. Magyarországon 170 ezer, Nyíregyházán pedig csupán nagyjából 1000 társasházi lakásban nem működik ilyen műszer a fűtőtesten. Ezek a lakóközösségek pályázhatnak az Innovációs és Technológiai Minisztérium új fűtéskorszerűsítő támogatására. A cél az, hogy tovább csökkenjen a távfűtéssel működő lakóingatlanok széndioxid kibocsátása, és még hatékonyabb legyen az energiafelhasználás. Most már ilyen adatgyűjtők is rendelkezésre állnak, tehát igazándiból, ahol már fel van szerelve a költségosztó, ott már mindenhol az elektronikus megoldásra működnek ezek a költségosztók, tehát nem kell bemenni a lakásokba leolvasni, hogy mennyi volt a fogyasztás, hanem kívülről olvassa a távfő, illetve a távfő képviseletében. Nyíregyházán a Tekem Kft. Végzi ezeket a elszámolásokat, leolvasásokat, és utána adja úgy át a távfőnek. Tehát Nyíregyházán összesen ebből a közel 16 ezer lakásból nincsen 1000 lakás, aki még nem rendelkezik ilyen költségosztókkal. Igazándiból most ők tudnák kihasználni ezt a lehetőséget. Egy társasház maximum 75 millió forintra pályázhat, az egy lakásra eső támogatási összeg azonban nem haladhatja meg a 400 ezer forintot. A lakásszövetkezet elnöke azt mondta, a távfűtési infrastruktúra Nyíregyházán kielégítő, azonban sokan fordulnak hozzájuk azzal, hogy a régi fűtőtestek cserére szorulnak. Amire a mi lakóközösségeink nagyon szeretnének pályázni, a radiátor cserékre, illetve az egysövesről kétsöves rendszerre történő áttérésre, hiszen akkor jobban szabályozhatóvá válik még a fűtés a jelenlegi rendszertől is. Azért nyilván vannak 30-40-50 éves épületeink, ahol a radiátorok még sok esetben az eredeti, akkor felszerelt radiátorokból és csövekből áll. Az aktuális támogatásra március közepétől augusztus 31-ig vagy a 3 milliárd forintos keretösszeg kimerüléséig lehet pályázni. Amennyiben a pályázat támogatásban részesül, az érintett társasháza képviselője a döntést követő 15 napon belül elektronikus úton kap értesítést az elbírálás eredményéről.